megemlékezzünk az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, és hogy emlékjelet állítsunk egy hajdanért férfinak, falunk szülöttének, aki annak idején beírta a nevét a magyar történelembe, Csapó Vilmosnak. Ki volt Csapó Vilmos? Mit tett, amivel kivívta az utókor megbecsülését? Kinek is állítjuk ezt az emlékjelet? Ahhoz, hogy tisztában legyünk ezzel és válaszolni tudjunk ezekre a kérdésekre, tudnunk kell, hogy mi is történt Magyarországon a múlt század közepén, mi történt 1848 tavaszán és nyarán. Kvalitás, a törvény előtti egyenlőség, a nemesi kiváltságok eltörlése. Ez az óriási átalakulás döntően három helyszínen zajlott le. Pozsonyban, ahol a rendi országgyűlés székel, és ahol elfogadták Kossuth programját, és ahol aztán az áprilisi törvényeket megszövegezték, amelyik tartalmazta ezeket az óriási változásokat. Pesten, ahol Petőfiék bátor föllépése hatására az események fölgyorsultak, és arra ösztönözték az országgyűlés tagjait és az uralkodót, hogy fogadja ezeket a változásokat. Sor, és a birodalom katonasága le van kötve. Az uralkodó ház tehát ilyen körülmények között egyezik bele a változásokba, és ahogy a helyzet megváltozik 48 nyarán, igyekszik visszavonni az engedményeket. Ez a fogjapa arra, hogy mi, utódok, úgy éljünk, mint ő él, és alkotott, legyen minden dunaszentgyörgyi ember számára egy olyan azt tudja, hogy mennyire besegítettek az ozoraiak a győzelemhez azáltal, hogy felálltak a hegytetők, és ott tulajdonképpen tévedésbe ejtették az ellenfelet, a Rottot és Filipovicsot. Meg úgy tűnt, mintha egy óriási hadsereg lenne ottan, holott csak egy kis nemzetű csapat volt, amely végeredményben lefegyverezte az ellenfelet. Csapó Vilmosnak nem volt könnyű az elhatározása. Ő Dragonyos főadnagy volt, és a legfőbb hadúrnak, a Habsburg uralkodónak tartozott az esküje révén hűséggel. Egy nehéz helyzetbe került, választania kellett neki a régi esküje és az új helyzet között, a magyar szabadságharc között, hogy ez milyen nehezére esett, azt egy levél bizonyítja, amelyet a feleségének írt két nappal az ütközet előtt, amelyben ugyan németül, de magyarul, németül írt a levelet, de magyarul az volt az értelme. Holnap vagy holnap után ütközetre kerül a sor. Egy óriási feladat az, amit a sors én rám mér. Ebből a bécsi torony gombja, szihaték a bajban, mi bajbiló, szalad kisánkból, ilyen neki tűz egy halibandia, csatába síjjel. 1862-ben, felment Thank you.
gyerekítünk.